Ezúttal nem turisták, hanem munkagépek és munkások vették birtokba Közép-Európa talán legszebb barokk környezetét, a Széchenyi teret. Az elhúzódó tél és az első tavaszi rendezvények hagytak némi nyomot a burkolaton. Zsír, gumi és egyéb maradványok is csúfították a burkolatot, amit most a Győrszol eltakarított. A korábbi gyakorlatnak megfelelően forgókefés gépekkel és magas nyomású vízsugárral takarítottak a szakemberek. Hamarosan kezdődnek a nyári rendezvények, és mire a nyárnyitó, illetve a további rendezvények elindulnak, addigra egy szép, tiszta állapotot tudunk így produkálni. A téren olyan jellegű szennyeződések találhatók, amelyek a hagyományos takarítási megoldásokkal nem felszedhetőek. Ilyenek például különböző olaj- és zsírfoltok, autókerekeknek a nyomai. Erre egy speciális technológiát alkalmaz a Győrszol ZRT. Forgókefés nagy teljesítményű mosó eszközökkel, tehát gépesített módon, illetve a nehezen elérhető helyeken erősebb szennyeződéseknél egy kézire erősítéssel történik a mindenképpen természet és környezetbarát vegyszermentes anyagok használata. Amihez hozzáfértek, az géppel, a nehezen elérhető helyeken pedig kézzel takarított a szolgáltató, a nagyszabású tisztító akcióban pedig csak olyan vegyszereket vetettek be, amelyek környezetkímélőek és a térkövet sem károsítják. A mostani takarítás egy ideig biztosan kitart, de a nyáron, amikor egymást érik majd a Széchenyi téri rendezvények, folytatása is következik az akciónak. A lényeg, hogy a belváros szíve mindig tökéletesen tisztán és rendezetten várja az itt sétálókat, legyenek azok győriek, vagy hozzánk érkező kirándulók.